Sziasztok, sziasztok! Nagy-nagy szeretet legyen veletek, barátaim, polgártársak, Száva, Vince vagyok. Tudjátok, minek örülök? Hogy megszülettem? Hogy az emberek, ahova jövök és ahol járok, örömmel fogadnak. Ez nekem mindentől többet ér. Persze, hogy a családok, a szeretteink a legfontosabb, aztán ezelőtt van még a mindenható atyák. Na, de nagyon fontos az, hogy ha valahova megyek, jövök, és szeretettel fogadnak az emberek, akik csak a Facebookról ismernek, ott is, na hallgassuk meg egy-két embert, hogy mit is mondanak róla. Én is kíváncsi vagyok, hogy mit is mondanak róla. Kezdjük csak a középső úrral. És te vágyom mindenki, Suki Nándor vagyok Szolnokról. Ez a Vince testvérünket örömmel fogadtuk, és véletlenül összetalálkoztunk itt Budapesten a West Endben. És én nagyon büszke vagyok a Vincének a munkájára, ezt többször kifejeztem már, amikor még prédikáltam, és hogy bizonságot tettem a Facebookon is. És nagyon sokszor mellénk át Szolnok megyében is, amikor bajok, problémák voltak. És tényleg nagyon sokszor, mikor a náci eszmében, a betyársereg, mikor kivonult, akkor a kelet egyedül éjfélkor jött, és sokszor őnek is SMS-t írtam, meg a Gály Józsi testvéremnek is, hogy van egy szolgatársajok, ugye bárbe segíteni kell, ott fők palettenek, meg imádkozunk, és tényleg a Vince az nem az embereknek a kihasználását viszi az ő munkájába, ezt kimondom ország világ előtt, hanem Isten szerint, hogy bárhol oda megy, és segít, és mellé áll az embereknek, és elfogadjuk Vincét, és szeressük őt az egész családjával. Ráadásul ugye a legjobb barátom a Vazul, ugye a Lajos testvérünk, szolgálok ővele is, sok minden, de az Úrban, meg bizonságokat szoktunk járni. Most mi is egy testvéreimmel egy ilyen missziós munkán, ilyen gyülekezett dolgokat beszéltünk meg pont, és véletlenül egymás mellé kerültünk Budapesten a West Endben. Nincsenek véletlenek, de egymás mellett az egyik oldalon tárgyaltunk, a másik oldalon a missziós munkánkat. Szilárd testvéremmel Borsodból jöttünk, és pont a Borsod evangelizációt ott beszéltük meg. És akkor egy kis rövidtég, egy rövid mondatot légyszer, és mondja, hogy tudsz rólunk valamit, az igen, de miért megállni? Mit tudsz rólunk? Én azt tudom rólad, hogy hiány az emberekért, ahol baj van, megjelen, bajból jót szeretnél csinálni, tehát megoldod a problémákat, és ember szerető ember vagy, segítő ember vagy. Így van. Ennyit tudok mondani. Köszönöm, hogy kérem, még mond egy mondatot. Mert érdekelnek az emberek véleményét, igen. Isten áldjon meg titeket, mert a Szilárd vagyok. Én Borsodból jöttem fel, de 2020-ban itt lakok Budapesten már, családommal. Én ismerem a Vincét úgy, mert sok videót is láttam a Facebookról, hogy nagyon jó tevékenységet csinál. Én áldatom az Istennel, hogy folytassa, mert én nem látok olyan embereket, akik így kiállnának a kisebbségi rendér. Tényleg, hogy oda teszi magát, meg így összefogást is, nagyon sok összefogást tud alakítani ő. Meg én úgy hiteles a szava is, úgyhogy a beszéde is, támogatom úgy, hogy ebben minden ebben dologban, amit ő csinál. Köszönöm, ezek a szavak, tisztelt barátaim, polgártársak, európai polgártársak, világpolgáraim, ezek a szavak a mi kitüntetéseink, és nekünk ez minden pénztől többet ér, még a fiatal embert hallgassuk csak meg, ő mit mond, tud-e rólunk valamit? Hát mi ismerünk már rég 20 éve, 30 bátyát, hiteles, jó ember vagy, fajimban szeretem. Köszönöm, megkérdezzük a másik, egy nyugodtan egy mondatot mondjál. Én most így nem szeretnék. Nem vagy, azért mondjuk, akkor csak azt mondd meg nekem, hogy szükséges az, hogy odafigyelj, szükséges az, hogy segítsünk egy másik. Ez szükséges. Istenből van. Így van, ez így van. Ez az, hogy üdvözlő volt. Elköszönjük tőletek, Isten áldása legyen veletek, üdvőn a mindenható, hogy a titeket. Amen. Szeretettel jön a gyűlölet helyet velünk. Amen. Sziasztok! Amen. Sziasztok! 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 Sziasztok!